Mindennyian több tucatszor olvastuk már ezt a híres kijelentését Saulnak, melyet a teszalonikaiokhoz írt második levelének második fejezetében találunk. A 11-es vers így szól, ezért bocsátja rájuk Elohim a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. A világ is tisztában van azzal, hogy az utolsó időben az emberiséget egy nagy megtévesztésnek az ereje fogja hatalmába keríteni. A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a megtévesztés ereje, és rossz helyen is keresgelne. A megtévesztés ereje, melyről itt Saul ír, a kezdetektől fogva az emberiséggel volt. A megtévesztés egyidős az emberiség történelmével. Ha köztudat lenne, egyszerűen megfejthető lenne, akkor nem lenne megtévesztés. Azért működik a megtévesztés, mert az ember elhagyta az egyetlen utat, ami az élethez vezet. Ennek az életformának a képviselői a történelem során pogányok voltak, heronisták voltak, népek voltak, a másiák halálát követő időszaktól fogva azonban a megtévesztés erejét a világban a tradicionális kereszténység terjeszti. Ebben a videóban folytatni fogjuk a hozzászólások vizsgálatát és megnézzük, hogy mi az, amit az írások mondanak, valójában az a szemben, amit a legtöbb ember gondol. A lényeg nem is annyira az, hogy ki az, aki a hozzászólást írta, hanem hogy mi az, amit képvisel. Ahogyan azt már a korábbi részekben bemutattam, mindegy, hogy az ember mit gondol, a cselekedetei azok, amik elárulják, hogy hova tartozik. A tudatlanság azonban egy másik dolog és ez az, amit ez a hozzászóló, illetve nagyon sok hozzá demonstrál nap-nap után. De nézzük, hogy mi az, amiről szó van itt. Mindenki elolvashatja a saját szabad idejében, hogy mi a pontos hozzászólás, én csak a lényeget fogom kiemelni. Ez egy egyszerű dolog, amit itt említ, és nem is tudom, hogy hogy lehet valaki ennyire buta, hogy ezt nem látja. Ezek mind arról szólnak, hogy el kellene döntenetek, hogy hiszitek-e a teljes Bibliát egészében. Azért is mutatom meg ezeket, mert általában ilyenek érkeznek a keresztényektől, hogy nem fogadjuk el a Bibliát teljes egészében, és csak az Ószövetségre támaszkodunk. Megmutatnék néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Néhány lejátszási listát ajánlanék mindenkinek a figyelmébe. Itt van például Saul Efézusi Akozét levenének elemzése, amiből két rész már el is készült. A következő például a Brit Hadesha, a Megújult Szövetség, amely azt taglalja, hogy mit is jelent a Megújult Szövetség, és hogyan is fog ez életbe lépni, illetve mik ennek a feltételei. De a Sefer verzió sorozat szintén nagyszerű, ahol a fontosabb személyek, helyek, illetve dolgok saját eredeti nevükön szerepelnek. Ez például Júdás levele, ami szintén a Brit Hadesából való, ugyanúgy a Jakab levele, Péter levelei, János levele, illetve Zsuzsána levele az apokrifiratokba. Vagy például itt van a Hitről című sorozat, amely egyértelműen bemutatja mindenki számára, hogy mit is jelent a hit kifejezés az írásokban, nem a szótár szerint, vagy hogy kinek mi alakult ki a fejében, hanem mi az, amire az írás gondol, mikor arról beszél, hogy immuná, vagy pisztész, úgy mint hit. Itt egyébként mind a Brit a megújult szövetség, mind pedig a Tanák, vagyis az Ó szövetség szerepel de az utolsó két része, az csak és kizárólag a brit hadasával foglalkozik, azon is belül Saul leveleivel, illetve azzal, hogy mi az, amit Saul értett, mikor azt mondta, hogy hit vagy pisztész. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy egyáltalán nem az, amit ma a legtöbben gondolnak, mikor hitről beszélnek. Itt van még egy, például a nyelveken szólás, ami szintén többnyire a brit hadasával, vagy a megújult szövetséggel foglalkozik, hiszen ez az, amikor többnyire a nyelveken szólás felmerül. Itt van még egy, ez pár levele a Galáta beliekhez. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, akit érdekel, hogy mi az, amiről Saul valójában beszélt ebben a levélben, minden fejezethez egy külön rész tartozik. De itt van az atya és a fiú sorozata, onnan mindenki megértheti, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, Jahua, és a fiú, Jahua. 18 részen át, egészen a kezdetektől, a legvégéig az írásoknak, a kánonok keresztül megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy milyen kapcsolat van az atya és a fiú között. Itt egy újabb nagyszerű példa, ez Jakab vagy Jakob levelének Elemzése fejezetről fejezetre, ami szintén a brit Hadassá, vagy a megújult szövetség, de itt van Saul levele a rómaiakhoz, ami szintén fejezetről fejezetre taglalja azt, hogy mi az, amit valójában Saul írt a rómaiaknak, és nem azt a filozófiát, ami már a kereszténységi alakult. Ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ugyanis ez a sorozat az evangéliumot vagy a beszorá a jó hírt tárgyalja meg, és hogy mit mond az írás valójában a jó hírrel kapcsolatban. De itt van néhány videó, ez például Máté 5, 17, 19, ahol megnézzük, hogy mi az, amiről Jahusá Hamásiák beszél, mikor azt mondja, hogy nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem a törvényt természetesen. Ez ennek a két versnek az elemzése két részen át. Sőt, olyannyira elismerjük az új szövetséget, illetve Pál leveleit, hogy készült két videó azzal kapcsolatban, hogy Pál nem volt hamis tanító, nem volt hamis próféta, és soha nem beszélt a Tora ellen. Úgyhogy mi nem csak, hogy elhisszük azt, hogy a Brit Sáv vagy az új szövetségben található írások, Jahua által ihletett írások, hanem rengeteg időt szánunk arra, hogy megértsük, hogy mi a valódi üzenetük, és ne csak több évszázados, illetve évezredes keresztény filozófiát ismételgessünk. A problémát az okozza szerintem, a tudatlanságon kívül, hogy a legtöbb ember, mikor átvált az egyik filozófiáról a másikra, nem engedi el teljesen a korábbit, és magával cipel dolgot a következőbe. Ez a hozzászóló, illetve a másik nagyszerű példája ennek. De mindazok, akik vándorolnak felekezetről felekezetre a kereszténységen belül, ide tartoznak. Pedig Jehusa, ha másják, el is magyarázod, hogy hogyan kell hozzá közelednünk, és nem véletlenül egy kisgyermekhez hasonlít minket, illetve hívja úgy az ő követőit, hogy Elohim vagy Isten gyermekei. El kellene felejteni mindent, amit az ember tanul, és nem magával vinni a kedvenc részeit a következő útelágazástól, hiszen így ez a sok maradék összeáll majd egy olyan zagyvasággal, ami például ennek a hozzászólónak a fejében is kialakult. De nézzük, hogy mi az, amit Jahusa Hamásiák mond. Vivének pedig hozzák kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat. Ők úgy gondolták, hogy egy gyermeknek nincsen még helye ezen az úton. De Jahusa magához híván őket mondta. Engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok előket, mert ilyeneké Elohimnek országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Elohim országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Pontosan erre gondol, amiről szó van most. A gyermek teljesen új gondolatokkal, teljesen tiszta lappal indul neki az életnek. Ugyanígy kellene nekünk is. Egyrészt ugye az ember megszabadul a bűneitől, másrészt megszabadul mindattól, a káosztól, amit a kereszténység, illetve a többi felekezetek kialakít az ember fejében azáltal, hogy tévesen értelmezi az írásokat, és elvezeti az embert egy zsákutcába. Ezt megerősít egyébként Máté Jahu vagy Máté 19-es fejezetben, ami így szól, Ekkor kisgyermekeket hozzának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék. A tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jahusa pedig mondta: Hagyjatok békét e kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Hiszen a gyermek az, aki ártatlan, aki alázatos, aki engedelmes általában, és akinek nincsenek koncepciója azzal kapcsolatban, hogy mit kellene mondani az írásoknak, vagy mit mondanak az írások, hanem tiszta lappal fel tudja fogni, hogy mi az, amit valójában az írások mondanak. Még néhány dolgot azért kiemelnék ebből a szövegből. A pirosat ugye megbeszéltük, hogy elhisszük-e vagy sem, azt hiszem, hogy erre elegendő bizonyíték áll rendelkezésre. Zárójában megjegyezném, hogy én nem gondolom, hogy egy átlagos keresztény annyira tudatlan lenne, mint ez a hozzászóló. Viszont a helyzet az, hogy ezek a kérdések és problémák újra és újra felmerülnek. Ezért gondoltam, hogy egyszerűbb és nagyobb segítség egy-egy ilyen videó mindenki számára, hiszen itt választ kaphatnak azokra a kérdésekre, amik felmerülnek jahu, a útjával kapcsolatban. Azzal az úttal kapcsolatban, amit mi hiszünk. Koncentráljunk most erre a kékre lent. A teljes írás Elohimtől ihledett, hasznos a tanítása fedése, megjobbítása, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Elohim embere minden jó cselekedetre felkészített. Arról már volt szó, hogy a többsége ezeknek az embereknek valami oknál fogva nem érti azt, amit olvas. Ezért készülnek ezek a videók, hogy segítségére legyenek az azoknak, akik meg akarják érteni, hogy mi a valódi üzenet, hiszen abban valószínűleg egyetértünk, hogy mindenkinek az üdvössége múlik azon, hogy megérti-e az üzenetet, vagy pedig nem. Nézzük, hogy mit ír a 15-ös versben Saul. Hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat. A szent írás nem lehetett az új szövetség, amiről Saul beszél, és semmiképpen sem lehettek a saját levelei. Hogy ez hogy nem világos, az egy rejtés számomra, de mikor Saul azt mondja, hogy gyermekségetől fogva tudod a szent írásokat, akkor nem gondolhat az új szövetségre, hiszen az nem létezett ebben az időben. Az, amikről beszél, az nem lehet az ő levele, illetve az evangélium vagy a jó hír, hiszen ezek az írások nem álltak rendelkezésére az embereknek, és ő nem mondhatta azt a saját leveleiről, hogy ez egy szent írás. Ezután, mikor azt mondja a 16-os versben, hogy a teljes írás Elohimtől ihletett, visszautal arra, hogy amit itt szent írásoknak hív de a teljes írás az nem tartalmazta ekkor még az új vagy megújult szövetség írásait, amit ma az emberek úgy ismernek, mint az új szövetség. Így Saul nem beszélhetett erről. Úgyhogy az, amit itt igazi keresztény Gábor ír, az azt támasztja alá, amiről én beszélek a videókban, és nem azt, amiről ő. Ez a szó egyébként, hogy írásokat, ez gramma amiből a szó grammatikai, vagy grammatika, mint nyelvtan ered. Azt jelenti, hogy betű, írás, irat, vagy tekercs, levél, az írás, ismerete, vagy tudomány. Gondoljon bele mindenki, hogyan vette volna a bátorságos Saul arra, hogy azt mondja, hogy az ő levelei azok egyenrangúak, ézsaiás, jeremiás, vagy az összes többi proféta írásaival, vagy a torával. Amikor azonban itt azt írja, hogy a teljes írás, az a szó az grafé, ami írás jelent, vagy szentírást, bibliai könyvet. Ehhez nem tartozhatott hozzá Saul egyetlen levelesem, sőt, a jó hír sem. Nem csak azért, mert nem állt még rendelkezésre, hanem azért sem, mert ezek az emberek nem tudhatták, hogy az néhány száz évvel később része lesz a kánonnak. Ők ezt nem így használták. De a másik dolog, amit elfelejtenek ezek az emberek, akik ilyen hozzászólásokat írnak, az az, amit valójában mond Saul, és amire felhívja -e Timóteus figyelmét. Mert az a rész kimarad, ami megmarad az az, hogy a teljes írás, így ők hivatkozhatnak Saul leveleire, amiről ő nem beszél, de a lényeg az elsikkad, és ez a lényeg ennek a néhány versnek. Gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsét tehetnek üdvösségre akkor ha tudjuk, hogy az írás, amiről beszél az a tanák írásai, a proféták, a tora és a zsoltárok, akkor ezek szerint ezek az írások bölcséteszik teszik az embert. Sofizó, ez a Sofia szóból ered, ami bölcsességet jelent szó szerint, ami egyébként hakmáként szerepel a tanákban. Tanít, útmutatást ad, ugyanúgy, ahogyan a tora, a tora jelentése tanítás vagy útmutatást erre utalít Saul, és nem arra, hogy az ő levelei azok, azok kitalálták, hogy most aztán valami új út van, amit eddig soha senki nem érte. Bölcsét ezek az írások az üdvösségre, ami egyébként szotéria, úgy, mint üdvösség, szabadulás, menekülés vagy gyógyulás. Miféle gyógyulás az, ahol nincsen semmiféle törvény, hanem az ember éli tovább az életét úgy, mint a világ. A gyógyulást itt ő arra érti, hogy megváltozik az embernek az élete, hogy megmenekül, hogy megszabadul. Mitől? A bűntől szabadul meg azért, mert olvassa az írás, rájön, hogy mi a bűn, és elhagyja azt az életet. Természetesen hogyan? A hit által, vagy pisztész, úgy, mint hit által. De akit érdekel, azok számára megmutatom, hogy a Biblia kanonizációja az a 397-es, harmadik kártágói zsinaton zárult le. Ez annyit jelent, hogy egészen idáig változott az, hogy mit tartalmazott a kánon. Ekkor határozta meg a katolikus egyház, hogy az a 66 könyv, amit mi Bibliának ismerünk, lesz a végső formája a kánonnak de nem is lehetett benne, hiszen, hogyha megnézzük, hogy mikor keletkeztek ezek az írások, ez egyébként biblehub.com, ahol nagyszerűen össze lehet hasonlítani a különböző verzióit az írásnak, illetve rengeteg információt megtalálhat az, akit érdekel, hogy mi ezeknek az eredeti üzenete, és ki szeretné kutatni Jahua akaratát. Innen kiderül az, hogy Saul levele a teszalonikaiakhoz, az 51-ben íródott. Akkor azt akarja mondani nekem valaki, hogy 30-51-ig senkit nem lehetett eljuttatni az üdvösségig, mert nem volt meg Saul levele a teszalonikaiakhoz, és nem tudták értelmezni az írásokat? Nem is létezett még ez a levél akkor, amikor Jahusha ha már tanította az embereket, és több ezeren tértek meg úgy, hogy látták azt, hogy ő a Torah szerint él, és erre tanítja az embereket. Ez kiderül Máté 12.47-től 50-ig, és mondja neki valaki, íme a te anyád és testvéreid oda és szólni akarnak veled. Ő pedig felel a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? Ez a kérdés. Kinyújtván kezét az ő tanítványaira mondta, íme az én anyám, és az én testvéreim, azok az emberek, akik vele voltak, mindig úgy éltek, ahogy ők, és azt az ünnepeket tartották meg, a sebát napot úgy ettek, úgy öltöztek, úgy viselkedtek, ahogyan ő viselkedett. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem a fitestvérem, nőtestvérem és anyám. De erről beszél Lukács, vagy Lukász 8-as fejezet 19, jövének pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. És tudtára adák neki mondván, a te anyád és atyád fiai kin állnak téged karván látni? Ő pedig felelvén mondta nekik, az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik Elohim beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. Elohim beszéde pedig nem más, mint a logos, úgy, mint az ige, vagy az írás, ami nem lehetett az új szövetség, hiszen ekkor nem létezhetett az új szövetség, mivel még Jausaha másiák itt jár a földön. Úgyhogy az a helyzet, hogy ahogyan mondtam, minden azt támasztja alá, amit mondok, hiszen csak egyszerűen felolvasom, ami le van írva. És sajnálatos az, hogy a legtöbb keresztény még mindig nem jutott el idáig. Pedig ez egy egyszerű történelmi tény, amihez nem is kell igazából az írás ismerete, vagy különösebb értelem, csak össze kell adni kettőt meg kettő. 54-ben írt Saul a korintusiakhoz, 54-ben szintén írt a galácia beliekhez. 57-ben írt a rómaiakhoz, 62-ben az efézusiakhoz, a filippeiekhez, a koloséiakhoz, Filemonnak, Timóteusnak 63-ban. Sőt, 67-ben írta a Timóteusnak írt második levelét akkor ez a karakter azt akarja nekem mondani, hogy Saul másik levelében, amit Timótausnak írt, arról beszél, hogy már ő a saját leveleit, amit néhány évvel azelőtt írt, szentírásnak tekintést, ő arról beszél neki, hogy ezek majd őt eljuttatják az üdvösségre. Én megmutatom, hogy mi az, amit írásoknak hívott ő, és mi az, amit a ha másiák írásnak hív, mert Lukács vagy Lukás 24-es fejezetben ez kiderül. 44 így szól, és nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, logosz, úgy, mint ige, vagy írás, vagy beszéd. a Hamásiák beszédei azok, amelyek ide tartoznak. Melyeket szóltam nektek, mikor még veletek valik, hiszen ő volt maga az írás, Elohim szava, testben, János első fejezetből ez kiderül. Hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Morsé törvényében egy, a profétáknál kettő, és a zsoltárokban három, én felőlem. Nem mindennek, hanem szükség beteljesedni, ami Mózes törvényében, profétáknál, Zsoltárokban írva van, én felőlem, azaz Jahusa, ha másiák felől, az teljesült be, ami ő felőle van írva, nem minden, hanem amit róla írtak ezek. Mik ezek? A tanák. Innen jön a kifejezés, hogy tanák, mivel a tora van benne, a nevím, mint a proféták, és a ketuvim, mint az egyéb írások, zsoltárok, példabeszédek, prédikátor és a kis proféták. Ekkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, nusz, az ő szívüket, az ő szellemüket, az értelmüket, a felfogó képességüket. Miért? Hogy értsék az írásokat. Grafé úgy, mint írás, szentírás, bibliai könyv. Ugyanaz a szó, melyet Saul használ, mikor Timótausnak ír, hogy ezek az írások képesek téged bölcsé tenni az üdvösségre. Ugyanezt a szót használja itt Jahusa Hamásják, Mózes törvényéről, a profétákról és a zsoltárokról, azért, mert ez volt az írás abban az időben. Úgyhogy a helyzet az, hogy mi nem csak, hogy elfogadjuk, és helyesen értelmezzük az írásokat, hanem használjuk is azt a mindennapokban azért, hogy közelebb kerülhessünk Jehova útjához, melyet kijelölt az emberiségnek. És ez teljesen világos, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakult a történelem, és használunk egy minimális mennyiségű logikát. Azután itt belemegy abba itt a Jehova tanúi dolognál, hogy ami hamis hitük ellen szólna a Bibliából, arra azt mondják, hogy betoldás kitörlik a Szentírásból, meg arra is vetemednek, hogy újraírják a Bibliát, és neveket felcserélnek. Nagy hasonlatosságot vélek felfedezni a te módszereddel kapcsolatban. Még egyszer mondom, én nem hiszem, hogy minden keresztény ennyire tudatlan, mint amennyire Gábor, de mégis ez újra és újra előkerül ez a kérdés, hogy átírjuk a Bibliát, a neveket, stb. Nézzük, hogy mi az, amit Jahua maga tanácsol az embernek azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellene keresnie az ő igazságát, és az ő útját. Ez Jeremiás 6.16. Így szól Jahua. Nem az Úr, hanem így szól Jahua. A tetragrammaton nem én vagyok az, aki kicseréltem ezt. Én visszacserélem. Amit mi csinálunk, az visszaadjuk az eredeti jelentését a szövegnek azzal, hogy azt olvassuk, ami oda van írva, az ő neve van odaírva, és az ő neve fontos, és az ő nevét nekünk tudnunk és használnunk kellene. Így szólja Hua álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. A régi ösvények felől kérdezősködjetek, hogy melyik a jó út, és azon járjatok azok közül. Pontosan ez az, amit mi próbálunk csinálni. Visszatérni oda, ami a helyes ösvény, ami a régi ösvény, amin mindazok jártak, akik ezt a könyvet összerakták. Mert kivétel nélkül mindenki, aki valamilyen módon hozzájárult a 66 könyvhöz, a Tora szerint élt, és ez vitathatatlan, úgyhogy a kérdés az, hogy hogy élhetünk mi másképp, és azt mondjuk, hogy mi ugyanazon az úton járunk, amin ők. De ugyanúgy, ahogy Gábor, a keresztények legtöbbje sajnos ugyanezt teleli, amit ezek az emberek, és azt mondták, nem megyünk. És hiába beszél az ember, teljesen mindegy, hogy hány száz órát tölt ezzel, a válasz mindig az, hogy nem megyünk. És ugyanez volt a helyzet akkor, hiszen azt írja, hogy őrállókat is rendeltem föléjük, ki ez? Így szól Jahua. A teremtő Jahua így szól. Őrállókat is rendeltem föléjük, azokat, akik elmondják, hogy mi az igazi út, akik értik, hogy mi az, ami le van írva, és figyelmeztetik az embereket. Figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Ez így 3-as fejezetben a 17-es vers így szó. Embernek fia, őrálló lattalaként én téged, Jézrael házának, hogyha szót hallasz a számból, milyen, kinek a szájából, így szólja, hua, amit az előbb olvastunk. Ingyd meg őket az én nevembe mi az, amit mond nekik? Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, a gonosz egyébként ras-sá, úgy, mint bűnös vagy védkes büntetést érdemlő, aki megszegi Elohim toráját. Hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosz tevő az ő védke miatt ha meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, ami nem más, mint az, aki nem az úton jár, bűnös, védkes büntetést érdemlő. A gonosz és a hitetlen ugyanaz. Mivel a kettő egy és ugyanaz. Erről szól az egész Brit Az A hit cselekedetekben nyilvánul meg. És ő meg nem tért a hitetlenségéből, ami a sá, gonosság, jogtalanság, elköstenség vagy csalás, a törvények ellen való élet. Az ő védke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet, a lélek pedig nem más, mint ne fes. Ez az, amiről beszél a Jeremiáhu 6 fejezetben, mikor azt mondja, hogy álljatok az utakra, nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járatok. És mit mondanak az emberek? Nem megyünk. Mikor azt mondja nekik, hogy figyeljetek a kürtnek szavára, mit mondanak? Az, hogy nem figyelünk. Ugyanúgy, hogy ez a karakter, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a kereszténység túlnyomó többsége ezt a választ adja. Nem figyelünk, és nem megyünk azon. Miért? Azért, amit Saul ír Timóteus az második levelében, ugyanabban a levélben, amit ő idéz csak a négyes fejezetben, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulna. Mindenki megy a saját feje után, csak ne kelljen semmit se változnia, ez a lényeg. Annyit változik mindenki, amennyi még éppen kellemes neki, és arra azt mondja, hogy ez Jahua szava. Ahelyett, hogy megnézi, hogy mi Jahua szava, és akkor kiderülne, hogy az ő a tnák, mindig is az volt, a brit a megújult szövetség egy bizonyság arról, hogy a tanák igaz volt. Az új szövetség nem Jahua szava. Ő ihlette azt, ez természetes, Jahusa Hamásiák volt az ige, azonban Jahua szava lezáró malakiásnál. Addig ő elmondta, amit akar, de egyébként a tora végével lezárult az, amit ő szeretett volna, hogy az emberek tudjanak. Azután semmi új nem hangzik el, csak az, hogy hogyan kellene azt a valóságban, gyakorlatban megcsinálni az embernek, annak, aki Jahua útján akar járni. Úgyhogy amikor azt mondja valaki, hogy ő az egész írást ismeri. Az egész írás nem más, mint a Torah. Onnantól kezdve minden csak egy kommentár ahhoz, hogy hogyan kellene érvényesíteni azt a valóságban. Mikor azt mondja, hogy így szól Jahua, az az ő szava. Nem azt mondom, hogy a 66 könyv nem tőle ihledett. Azt mondom, hogy az ő szava az, mikor azt mondja, hogy így szól Jahua. És az nem hangzik el máshol, csak abban az Ószövetségben vagy Tanákban, amit ezek az emberek nem csak hogy nem ismernek, de nem is fogadják el. A tudomány kifejezés egyébként didaskalia, úgy mint tanítás vagy oktatás. Tanultság, tudomány, ismeret. Honnan tudjuk azt, hogy ez jahu a szava a tnák és az ő torája? Ez kiderül Matityahu 15-ös fejezetből a 9-es versben, de ha a 7-estől nézzük, akkor így szó. Képmutatók, ugyanazok, akik ma azt tanítják, hogy mindent lehet csinálni. Akik azt mondják, hogy ők őt szolgálják, de más úton járnak. Igazán profétált felőletek Jesiáhu mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Ki ez a nép, akiről beszél? Mindenki, aki azt mondja, hogy őt követi. Mindenki azt mondja, hogy én az igaz Istent szolgálom, hogy Jézus Krisztus a mindenem. Mindazokról szól, akik így beszélnek, de nem az ő útját járják, melyet kijelölt a torába. Ez Zsoltárok Tehelim 40-es és a 9-es vers így hogy teljesítsem a te akaratodat, ez jahu akarata, ez kedvelem én hatalmasságom, a te törvényed a keblem közepette van, ez az, amit akar. Ez itt Ézsaiás 29.13, és szólt Adonai. Nem úr, hanem Adonai. Ez az, ami oda van írva. Én nem változtattam meg, az változtatta meg, aki ezt az írást összerakta. Mivel a nép szája közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Kiről beszél? Mindazokról, akik mondogatják, hogy ők az igaz Istent imádják, ők a mindenható teremtő urat imádják, nekik mindenük a szava, és közben nem azt csinálják, ami le van írva ott. Úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn, Pontosan ez az, amiről beszéltem. Az, amit ők hirdetnek, hogy így is lehet, úgy is lehet, ez se kell, az se kell, már megváltozott, ez mind az, amiről ő beszél itt. Hogy is lehetne más? Ez az emberi parancsolat. A tora soha nem volt emberi parancsolat. 15-ös ugyanitt. Jaj, azoknak, akik jahuáton mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik sötétségben szoktak cselekedni mondván, kilát minket és ki ismer minket. Mi együgyűek vagytok, ostobák ezek az emberek. Ferde szó szerint, amit jelent. Elferdül, ellentét, különbség, eltérés. Eltérés van a közt, amit mond, és a közt, amit csinál. Úgy, ahogy ez az ember is beszél, hogy ő imádja, hogy ő neki ez a mindene, és közben nem azon az úton jár, hanem azon, amin a világ csak azt mondja, hogy ő a teremtőt követi. Aki együgyű, akit itt úgy hív, hogy ostoba, az tulajdonképpen elferdül, hiszen egy dolgot mond, és egy másik dolgot csinál. Mit mond itt a másiák? képmutatók, igazán profétált felőletek, Jesiáhu. Képmutatók ezek az emberek, hypokritész. Színlel, színészkedik, képmutató. Egy dolgot mond, egy dolgot csinál. Elferdült, egy másik úton jár, mint amit mond, ugyanúgy, ahogy ezek az emberek. De nézzük a kilences, mert ez a lényeg. Pedig hiába tisztelnek engem, hiába tisztelnek engem, azaz nincs értelme hiába való, hasztalan, felesleges mindaz a beszéd, amit ők szólnak állandó jellegel, hogy ők mennyire szeretik, mennyire imádják, nekik ez a mindenük. Hiába való, ha oly tudományokat tanítanak, melyek embereknek parancsolatai. És ez a szó tudományokat nem más, mint didaszkália, tanítás, oktatás vagy tevékenység. Ugyanaz a tudomány, amiről itt Saul ír Timóteusnak, hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik. Mi más lehetne az egészséges tudomány, mint az, hogy így szólja hoa? Hát nem az az egészséges tudomány, amit ő mond? Nem a tora az, ami az ő szava, ami soha nem változik meg, ami örökre be van írva a mennybe, ami az igazság, és ami visszatér majd a lovon és megítél mindenki. Ezt az egészséges tudományt, vagy didaszkáliát nem szenvedik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök azért, mert azt akarják hallani, hogy nincs már Tora, hogy bármit lehet enni, hogy bárhogy lehet öltözni, hogy nincs ünnep, hogy nincs sabát, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ezek az emberek parancsolatai. A Tora soha nem volt és soha nem is lesz embereknek parancsolata. Négyes versben egyébként tovább folytatja. Az igazságtól elfordítják fülüket, aletteia de a mesékhez odafordulnak. A tényekkel megegyező igazság, Jahusá Hamásiák így nevezi önmagát, mint az igazság. Mi volt ő? Ő volt az atya szava, mint egy ember a földön. János 1.14. Az ige testé lett és lakozik mi közöttünk, láttuk a dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és aletéja igazsággal. János 17.17. 17, szented meg őket a te igazságod a a te igéd logos, igazság aletéja. A, a logos, a te igéd pedig nem más, mint az ige nagybetűvel, vagy az írás nagybetűvel. Pontosan róluk beszél. Igazi keresztény Gáborról, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a kereszténység nagy részéről. Ők azok, akik saját kívánságaik szerint keresik a tanítókat, azokat, akik az igazságtól elfordítják őket, és az emberek parancsolatai felé fordítják. Az, hogy mindegy, hogy mit teszünk, hogy hogy öltözünk, hogy milyen hajviseletünk van, hogy milyen ünnepeket ünneplünk, hogy a sabát el van törölve, és úgy általában véve, hogy az ő szava az egy átok, az rabság, és arra már nincs szükség. Másképp nem lehet ezt megmagyarázni, sajnos ez a helyzet. De a kegyelemdöfést egyébként a második vers adja meg, csak ezt a, meghagytam így a végére felhívja a Timóteus figyelmét, hogy hirdesd az igét. Az ige pedig nem más, mint lagasz. Az, ami köztünk járt, ami nem lehetett más, mint a tnák, hiszen nem volt más akkor, és ekkor sem. Úgyhogy, ha ezt az igét kell hirdetni, akkor ezek az emberek mit csinálnak? Állj elővele alkalmas, alkalmatlan időben, mit csinálj? Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűrése és tanítása. És ez Saul maga írja. Szóval az, aki azt mondogatja, meg magyarázza nekem, hogy ne ítélkezz, meg nem ítélkezhetünk, ez az, amit a Saul felhívja a figyelmet, hogy ezt csináljuk. Pont az ellenkezőjét mondja, mint amit az emberek. Miért? Mert ők a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat, mert viszket a fülük, és elfordulnak az igazságtól, és emberek utasításait követik azért, mert bűnben akarnak élni, mert a cselekedeteik olyanok. Az intés egyébként azt jelenti, hogy megvizsgálva kikérdez, de egyébként rendre utasít, vagy fegyelmez, megró, megdorgál, megfed. Ez az, amire felszólít minket Saul maga. A fegy pedig rászól, nyomatékosan figyelmeztet valakit, megfed, vagy dorgál, vagy megszid, vagy rendre utasít, vagy pedig parancsol valakit. Úgyhogy szó sincs arról, hogy az ember nem szólhat a másiknak, hogyha az azt tudja, hogy miről beszél, vagy mit csinál. Pontosan ez a feladatunk. Erről szól ez IKEA 3-as fejezet, a 33-as fejezet, a 18-as fejezet. Erről beszél itt Saul, és erről beszél az előző fejezetben is. Hogy lehetne feddés meg intés nélkül járni a helyes úton. Az az ember feladata, hogy észrevegye azt, hogy a másik nem jól csinálja, és szóljon neki. De az elsődleges feladat az lenne, hogy észrevegyük azt, hogy mi magunk nem jó úton járunk, és utána elkezdeni azt magyarázni, hogy ki más nem jár jó úton. Főleg akkor, hogyha olyan csekély ismeretünk van, mint ami ezeknek a hozzászólóknak. Azzal kapcsolatban, hogy miről beszél az írás, és mi az üzenet. Jahusa Hamásiák egyébként egyetért Zikki-ellel, egyetért Yahoo-val, és Saulal is, az ügyben, hogy figyelmeztetni lehet-e az embereket, vagy sem. Sőt, azt mondja, hogy ne ítéljetek a látszat után, az ítélet egyébként nem más, mint az, hogy dönt, vagy határoz valaki, vagy megítél valami. Megítélem, hogy az az ember jól cselekszik-e, vagy nem, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Azzal fejezném be, amit itt zölddel aláhúztam. Az általam idézett bibliaversek, mondja Gábor, egyértelműen bizonyítják, hogy már nem vagyunk a mózesi törvények alatt, és már nem kell körülmetélkedni, sőt, aki továbbra is ezt teszi, annak jahusa nem használ, és a kegyelemből kiesett. Ezek után mindenki eldönti magának, hogy milyen törvények alatt van, és hogy ki az, akit szolgál a viselkedésével. És Józsui szavaival fejezem be mindenki számára, mielőtt meghozza ezt a döntést. Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljátok Jahuát, Választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat a hatalmasságokat, Jézus Krisztus, Isten, meg a többiek, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóüzen, mielőtt héberek lettek és átkeltek volna az igazsághoz, akár az emoreusok, a keresztények, isteneit, akiknek földjén lakoztok. Én azonban, és az én házam, Jahuának szolgálok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, Mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!